kellemesen harapós időben, mínusz 6 fokban tartotta az év első edzését a kisvárdai futballcsapat. Az ilyenkor hagyományos kétkapus játékhoz 29 futballista melegített be a műfüves pályán. Az őszi keretből hiányzott a távozó Miroslav Grumic, Kardos Norbert és Lengyel Béla. A fél éves nyírbátori kölcsönből visszatérő Kornyutyák Volodimir és a novemberben már a csapattal készülő Horváth Zoltán nem számít új játékosnak, az öt kárpátaljai fiatalnak pedig még meg kell győzni a szakmai stábot ahhoz, hogy Várdaimhez húzhasson. A játékosoknak a téli szünetben egyénre szabott edzésmunkát kellett végezniük. Elég jó állapotba jöttek vissza a srácok, ahogy láttam, a súlyméréssel kezdtük a mai napot. A heti programunk pedig két edzés lesz szerdán és pénteken, a többi napokon pedig egy-egy edzés. A következő héten két edzéssel folytatjuk, majd edzőmérkőzések következnek, illetve hát a edzőtábor Törökországban, Antalyán, ahol 4 mérkőzésre kerül sor lebonyolításra. Reméljük, hogy ezek jól fogják szolgálni a felkészülésünket, és eredményessé teszik a csapatjátékát is. Erős Gábor szerint előnyt jelent számukra, hogy minimális változás lesz a játékos keretben, így a csapatkapitány az őszinél is jobb tavaszi szereplésre számít. Nem szerepeltünk rosszul az ősszel, igaz, van egy pici rossz szájíz az utolsó mérkőzéssel kapcsolatosan, de attól függetlenül úgy gondolom, hogy ott vagyunk az első ötben, és tényleg lövőtávon belül, hogyha mondhatom így, és hogyha azt gondolom, a sérült játékosaink felépülnek, és azok az játékosok utolérik magukat, akik most még egyelőre gyengébb állapotban vannak, akkor úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyon erős keretünk van. A szezon közben érkező Gosztonyi András első felkészülését kezdte kisvárdai játékosként. Az ősszel kulcsemberré váló támadó tavasszal sem szeretne adós maradni a gólokkal. Rúgtam 5 gólt, 12 meccset, azt gondolom, hogy az nem rossz mutató. Még több gólt szeretnék rúgni. Mielőtt jöttem volna, azt mondtam, hogy 8 góllal elégedett lennék egy szezonban, de így most már azt mondom, hogy 10 alatt nem szeretnék megállni. És mindenféleképpen a közös célunk pedig mindenféleképpen a feljutás. Horváth Zoltánnal fél plusz 2 éves szerződés kötött a klub. A támadó több mint 3 éve játszott magyar bajnoki mérkőzést, így elsősorban a lemaradását szeretné pótolni a 27 éves játékos. Én nagyon szeretném, ha a bajnokság kezdetére a legjobb állapotba tudnám hozni magam. Hát a 100% az csak megközelíthető lesz szerintem. A Kisvárda január 21-én szombaton játssza első felkészülési meccsét. Akkor hazai környezetben a Nyírbátor ellen lépnek pályára Erős Gáborék.